sosem voltam egy agresszív gyerek, mindig is elleneztem az erőszakot, és mindenre próbáltam békés megoldást találni. Na, ez a történet pont egy kivétel lesz. Akkor történt, amikor 10 éves voltam, vagyis egy ilyen kis dedosnok Edlinek képzeljetek el. Fun fact, amúgy így néztem ki. Ne se hinnéd, hogy egy ilyen cuki kis pofi mögött ilyen szadista állat rejtőzik, ugye? Szóval volt egy fiú az osztályomban, akinek különleges képessége volt, hogy fél perc alatt fel tudott idegesíteni, és mindennek tetejében még a pattársam is volt. Csak a példa okáért. Nyelvtan dolgozatot írtunk, és próbálok neki segíteni. A kommunikáció alapja a közös ismeret. Ő meg ahelyett, hogy beírná a választ a pontozott vonalra, előveszi a padból a nyelvtan füzetét, leellenőrzi a jó megoldást, majd beírja a válasznak, amit súgtam neki. Én meg erre így, nem lett volna egyszerűbb egyből leírni? Csak leellenőriztem, hogy nem akarsz becsapni. Elmondanád nekem kérlek, hogy mikor csaptalak be téged egyszer is a morult kis életedben? Én csak segíteni akarok a hülye fejden, te meg így hálálod meg, te kis faágra csavarodott nejlonzocskod, gyere idoszt, kitakarom a nyakad. De a magamban való szitkozódásnál és néhány beszólogatásnál sosem mentem messzebbre. Viszont azon a bizonyos tesi órán eléggé elszabadultak az indulatok. Falfocit játszottunk, és ilyenkor mindig a padokon állva várjuk a sorunkat. És ő pont mögöttem állt. Valamin elkezdtünk vitatkozni. Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az, de valami teljesen értelmetlen dolog. Az biztos. Egyre nagyobb lett köztünk a feszültség, és egyszer csak elkezdte idegesen ütögetni a portáimat. És felhívnám a figyelmet, hogy ezek az ütések nem voltak fájdalmasak, és nem vitt beléjük erőt, de én olyan szinten felháborodtam ezen, hogy ökölbe szorítottam a kezem, és tiszta erőből az arcába vágtam, pont a szeme közé. Természetesen rögtön sírva fakadt, és ordítani kezdett, mint a sakál, amire már a tesi tanár is felkapta a fejét. Mi történt? Elidegesített, én meg behúztam neki. A Blue megütött! A Blue megütött! Tesi tanár a fejét vakargatta, nézett le ránk, mint aki nem érti, hogy mi van. Jó, mindkettőtök kimegy és hozza az ellenőrzőjét. Majd kitessék át minket a teremből, és becsapta az ajtót. Még mindig pityergett és sértődötten nézett rám, én meg magamban bosszankodtam. Végig rohantunk a belső udvaron az osztálytermünk irányába, ahol éppen tanulószobát tartottak. Ő kapogás nélkül berontott a terembe, és keserves hüppögés kíséretében kevesen kutakodni kezdett a táskájában. Mi a baj? Elmeséljél, mi történt? De ne a kiszínezett történetet meséld el! Imádom, vagy 30 gyerek nézett velem farkas szemet. Eddig se örvendeztem jó hírnévnek az iskolában, de ezek után szerintem még jobban megutáltak. Az eset után még egy hétig nem állt szóba velem Peti, mert egyébként így hívják a gyereket. Utána is még sokszor, amikor veszekedtünk, felhozta nekem, hogy mi történt. A tesi tanár nyomására bocsánatot kellett kérnem tőle, de ha kérdeznétek, hogy tényleg megbántam-e, amit tettem, hát nem, megérdemelte. De azóta már persze kibékültünk, sőt, legjobb barátok lettünk. És itt vége is van a történetnek. Én Blue voltam, a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!